mozgássérültek számára a távolságnak nagy az ára. Messze van minden, mi lábon elérhető, így a közeli dolgok, képek és hangulatok szerepe felértékelődik, sőt, éltető művészetté csiszolódik bennük. Ezúton kapott a vajdahunyadi Bakó Anikó is útlevelet önmaga alkotóvilágába. Hogyha téged egy tévészerkesztő megkérdezne, hogy milyen műfaj ez, akkor mit mondanál, hogy hívják ezt a dolgot, amit te készítesz? Szalma, bábozás, vagy mi ez? Igen, szalma, intarzia, szalma. Szalma, intarzia? Igen. Igen. És mi ennek a lényege? Ugye, mert minden művésznek van egy alaptechnikája. Hát... Miből készül ez? Szalmaszál, búza szalmaszálból, és minden szalmaszálat külön ki kell vágni. Ez ketté vágod, egy hosszában? Igen, igen, és utána kisimítjuk. Van valamilyen simító arra? Ilyen primitív egy kicsit. Igen? Igen. Uh-huh. És akkor azt felragasztod? Igen, igen. Ilyen pillanatragasztóval. Én nagyon sok lovat láttam itt a munkáid közül, de ugye mozgáskorlátozott igen. Van. Azért van a sok ló, hogy ez a szabadságot képvisel és a mozgást? Igenis. Igenis, meg én úgy gondolom, hogy a magyar nemzet lovas nemzet, és azért is gondoltam ezt. És milyen témáid vannak még? Ha van a vár, vannak vallásos témák, virágok, és amit rendelnek, mert lehet rendelésre, rendel. És portrét is, igen. És rég foglalkozol ezzel az intarzia dologgal? Gyermekkoromtól. Gyermekkoromtól? Igen, iskolába tanultam, és aztán kimaradt egy rövid időre, mert a plébánián voltam alkalmazott, és utána, hogy hamar nyugdíjba tudtam menni hamarabb, utána kezdtem ezt megint. Anyagot honnan szerzed be? Maros megyéből, Jobbágytelkérő, Marosvásárhely mellett. Nincs itten szalma? Olyan nincs. Ez ilyen nagy búza, magas, nem olyan, nem olyan kicsik, amit szoktak a kombájnal, a zaratógéppel. Nem. Magasabb, mert akkor jobban lehet vele dolgozni, jobban ki lehet simítani. Ha rövid, akkor nehezebb. Falemez és fapáccal. Értem. Pácoljuk be, és utána, mikor megvan a minta, akkor lelakkozzuk. Igen. Itt van egy másik is mellettem, amit én nagyon szerettem. Ugye az érzéke. Mutasd be ezt, hogy mit látunk ezen. Hát ez egy erdei őzikés kép. Mesebeli táj? Olyasmi, igen. Ugye? Itt van a gomba, mind a mesébe, igen. Ugye viszont szalmaszálba. Igen. Mind a mesébe itt vannak a fenyők, ugye? Igen. Itt van a szarvas, ez micsoda? Ez egy farönk akar lenni, igen. Itt egy fa, és igen. Itt újra a gomba. Úgy, igen. Ugye? Ez igen. Körülbelül hány búzaszálat használsz fel? Hát vagy... Száz? Nem, nincs. Olyan hat. Az a magas búza, aha. Igen. Értem. És ezt a színeseket megfőzöm, mint a tojást, mint a húsvéti tojást. Bele van főzve a szín, nem csak ráfestve. Úgy belefőzzük, mint a tojást, mint a húsvét a tojást színűnnel. Tehát forró vízbe beledobod igen, a, igen, a szalmaszálat a szint is. És utána a szalmát, és ott főz. Értem, és onnan jönnek ezek a színek, ezek igen, a sajátos színek? Igen, igen. Mert itt látom, hogy a barnának is itt kétféle árnyalat van. Igen, hát ez szürkés. Pedig ez ugyanaz a búzaszál, ugye? Igen, igen. Tehát itt a forró vízbe egyszer ilyen festéket dobtak, és jó sokat lesz. Kell főzni, egy olyan fél órát is. Igen? Igen. Hát akkor ez egy jó sütő főző művészet. Igen. A készítgetés. Én inkább vallásosakat is csinálok, mert úgy szoktam mondani, hogy Jóisten egy ablakot becsuk, többet nyit ki helyette.